Üdvözlök mindenkit az Equestria Girls játékok ősanyjában, a Dash for the Crown-ban. Nem pusztán egy hétköznapi flash játékról van szó, hölgyeim! Ezt a játékot ugyanis minden idők legmonumentálisabb flash játékmotorja hajtja. Ennek a flash játékmotornak akkora rendszerigénye van, hogy egy hónapig be sem tudtam indítani. Fél órán keresztül csak töltődött. Beindulni, azt nem indult be. Most azonban végre elérkezett a bosszú ideje, és végre enyém lesz az egész! A francba is rohadt villámcsapás. Micsoda mázli, hogy van villámhárító a ház tetején. Úgy látom, hogy a fájl nem sérült, úgyhogy nem lett korrupt. Ez azt jelenti, hogy épségben marad az egész kommentálásom, és így is fel fogom tudni tölteni. Tudni illik, ezt az egészet egybeveszem fel, és vigyázni kell arra, hogy sehol se sérüljön meg a fájl, mert akkor az egész ugrott. De úgy látom, minden oké, úgyhogy haladjunk tovább. El sem tudjátok képzelni, mennyit szarakodtam ezzel a játékkal, hogy végre játszani tudjak vele. Tudni illik, amikor először, megjelent ez a játék, vagy tudomást szereztem róla, hiába vártam, nem töltődött be. Vártam, és nem töltődött be soha egyszerűen. Fél óra után ráuntam, és elkönyveltem magamnak, hogy oké. Akkor ennek a játéknak nyilván olyan új generációs király technológia hajtja a motorját, amihez az én gépem is kevés. Ezt most úgy mondtam, mintha jó lenne a gépem. Mindegy, a lényeg az, hogy én szerintem egy flash játékhoz azért bőven elég ez a gép is. Úgyhogy nem tudtam elképzelni, hogy miféle felsőbbrendű technológia kell ahhoz, hogy ezt a játékot be lehessen indítani. Később persze, aztán nagyjából, volt talán egy 3 héttel később, sikerült megjavítaniuk. Végre be tudtam indítani a játékot, kipróbáltam, és rájöttem, hogy abszolút nem vesztettem semmit. Mert ugyan a játék szórakoztatónak tűnik első ránézésre, viszont olyan kegyetlenül hosszú, és olyan sok küldetése van, ezt értsétek úgy, hogy lehet, hogy jó lenne az, hogyha hosszú lenne a játék, és sok küldetése lenne. De nem így! Mert mindig ugyanazt kell csinálni, mindig mindenféle szart kell összegyűjteni, és odaadni valamelyik társunknak. Sosincs más feladatunk szinte. Mindig el kell jutni vagy A-ból B pontba, A cuccot, adott cuccot A pontból B pontból eljutatni, időkorlátra. Semmi más nem kell csinálni. És ez önmagában nem lenne baj, hogyha nem lenne ilyen hosszú a játék, mert mondjuk ha harmad ilyen hosszú lenne, akkor nem zavarna, hogy ezt kell csinálni, de ez a játék baromi hosszú, és minden pályán ugyanazt kell csinálni. Baromi hosszú alatt pedig senki ne értsen ilyen ténylegesen, ilyen másfél órás hosszúságot. Én ezt csak képletesen értem, hogy egy flash játékot elvileg azért készítenek, hogy pillanatnyi betekintést, szórakozást nyújtson a promóció tárgyául szolgáló akármihez. Tehát egy kis ilyen pillanatnyi betekintés, kezd csináló. De ez a játék ezen a téren elég szépen puffant. Szóval visszatérve a játékra magára, nem vettétek volna észre, ugyanazt csináltam az elmúlt 3 percben. Ide-oda rohangáztam, ezt adogattam annak az embernek, azt adogattam ennek az embernek, egy-két titkos objektum, egy ilyen összegyűjthető kis cucc ugyan van benne, de annyit azért nem ér ahhoz, hogy szórakoztasson, vagy hogy kifejezetten vadásszak rá, mert így is úgy is belebotlok a játék során. Akarva, akaratlanul, miközben a kiutat keresem a pályából, kétségbe esettem, mivel időkorlátos, szóval sokat nem javít az összélményen. És tudjátok, hogy mi a legviccesebb az egészben? Az, hogy már ezzel a néhány mondattal sikerült a teljes játékot összefoglalnom. Viszont ennek ellenére csak a legeslegelső pályánál tartok, annak is talán a felében. Úgyhogy nem tudom, hogy miről fogok beszélni az elkövetkezendő, 20 percben. Ez nagyon vicces lesz, emberek. Majd kitalálok valamit. Ne aggódjatok. Igen, majdnem elfelejtettem a pozitívumok. Annak ellenére, hogy ez a játék, próbálok kíméletesen fogalmazni, de unalmas. Ez van. Hosszú távon unalmas. Első pálya után rájössz, hogy semmi változatosságot nem ígér. Unalmas. Sajnos ez van. De ennek ellenére meg nem kockáztatni, hogy az összes eddigi hivatalos, hangsúlyozom, hogy hivatalos Flash Pony játék közül ez van a legigényesebben megvalósítva. Kár, hogy nem szántak rá kicsivel több időt, hogy legalább a játékmenetet is egy kicsit változatosabbá tegyék.
TikTok, tik, megcsináltam! Miért néznek ki mindketten úgy, mintha most szívtak volna frissen? Kedves Hasbro, azért nem feltétlenül szükséges a diáklét összes potenciális veszélyét belefűzni az Equestria Girls-be, köszönjük! Na, hát végre kész van az első pálya, úgyhogy folytassuk tovább az első pálya második felében, vagy part 2, mindegy. És nem tudom, hogy ez egyetlennek a part 2-ja, vagy minden pályát partokként sorol be, majd úgyis meglátjuk később. Szóval össze kell keresgélnünk Applejacket és Rarityt. Látjátok, az összekeresgélés annyiból állt, hogy oda mentünk hozzájuk, és hagyjuk, hogy ránk sózza a feladatait. Bár úgy látom, szegénynek nagyon melege van, hát igen, rohadt nyári kánikula, de képzeld, nekem is pont ugyanolyan melegen van, és itt tudtommal Twilight az újonc, szóval valaki, akit megbíztak azzal, hogy lerendezze ezeket a, hát ezt a rendezvényt, miért sózna rá egy ötment újoncra bármiféle szervezési teendőt? Hát persze, mert ismerik egymást, és erre volt egy kis hintegetés is a filmben, hogy van ott valahol egy Twilight Sparkle abban az emberi világban, csak most éppen nincs ott, hát biztos beteg volt, vagy valami. Amúgy ez egy egész érdekes kis történeti lyuk a dologban, hogy most akkor, ha van is másik Twilight Sparkle, akkor az most hol van? Jó, persze mondhatjuk, hogy beteg, de hogyha nincs, akkor meg mi van? Tényleg sorsszerűség van benne, hogy egy csak egyetlen egy Twilight Sparkle létezik, akinek két világot kell megmentenie? Sugárzik belőle az átgondolatlanság. Bár, mint mondtam, van rá hintegetés, úgyhogy ennek az okfejtésnek kb. Semmi értelme sincs így, de valamivel el kell húzni az időt. Hiszen, amint látjátok, még mindig ugyanazt csinálom, rohangászok és másoknak, gyűjtögetek mindenféle izét. És higgyétek el nekem, ez a tendencia csak romlani fog. Annyiban lesz úgymond változatosabb a játék, hogy többféle kérésre, többféle cuccot és mindegyikből többet kell majd keresgélni, gyűjtögetni, adogatni másoknak. Viszont az is biztos, hogy ezt nem egy videóban fogom lejátszani, legalábbis feltölteni nem, hiszen egyrészt nem akarok titeket untatni vele, bőven elég lesz, ez nem is tudom, talán két részbe bele fog férni. Másrészt a felvevő program sem tud egyben felvenni, úgyhogy mindenképpen meg kell majd szakítanom. Tudnélik 10 perc után, ha beadom neki a videót végső feldolgozásra, összeomlik és az egész felvétel elveszett. Komolyan mondom, ez van. Úgyhogy nem érdemes kísérletezgetni vele. Általában ilyen 9-8 perc körül leszoktam állítani a dolgot. De jó ég, jobb lesz, ha mentem futásnak eredek, mert ha kifutok az időből, akkor az egészet kezdhetem a legelejétől. Szerencsére azonban időben beértem a célszerűségbe, úgyhogy kaptam ajándékba egy füves Sparkle-t és egy füves Spike-ot. Hogy biztos legyek benne, hogy sikerült. Hát ezeket a képeket nehéz lenne elfelejteni így is. Tényleg? Vajon sikerül? Hát? Ezt majd később megtudjátok. Addig is Spider-Guy kijelentkezik. Szevasztok!